5 éve kezdődött el, és napjainkra már befejeződött a svájci alapellátás fejlesztési modellprogram Jászapáti és a hozzá kapcsolódó településeken. 4 évvel ezelőtt szintén Jászapátin rendezték meg a svájci magyar alapellátás fejlesztési modellprogram első együttműködő partnereknek szervezett képzését. Az egészségügynek és a betegeknek, a klienseknek a szemléletváltozása már tagadhatatlan. Ebben némi szerepünk volt. És nagyon kedvező ez a folyamat. Jó az irány, szeretnénk minél több követőt. És méltók leszünk a megkapott bizalomra. A modellprogram részeként több mint 200 ezer korszerű, preventív jellegű esemény valósult meg, amelyen a lakosság több mint 80%-a részt vett. Ezzel a szakellátások igénybevétele 12%-kal csökkent. Kiemelkedő eredménye a praxis közösségnek, hogy 25%-kal nőtt a jól beállított vérnyomással rendelkező hipertóniások aránya. A programunk az folytatódhat, a stafétát átadjuk, most már nem a svájci hozzáállás keretében valósul meg a modellprogram, hanem nagykorúvá válik a praxis közösség és saját projektként működik tovább. Dr. Papp Magóra a projekt szakmai vezetője elmondta, az egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése kiemelkedő szerepet kap a projektben. Koordinálja az új praxis közösségeket, és hozzájárul a fejlesztés országos kiterjesztéséhez. A prevencióval keveset foglalkozunk. Én mindig ragaszkodom az egészségügyben az állandó szlogenünkhez, hogy az egészség nem minden, de a minden semmi egészség nélkül. Térségünk országgyűlési képviselője is kiemelt fontosságúnak tekinti a praxis közösségek működését, így az új projekt tartalmát is lelkesen üdvözölte. Tehát itt is ilyen állapotfelmérésekkel, prevenciós rendelésekkel kezdődik az egész. Akinek csak rizikófaktorait tárjuk föl, annak életmódváltással, helyben nyújtott szolgáltatással segítjük elkerülni a betegséget. Aki a kezelésre szorul, azt a gyógyítás vonalára tereljük tovább, és akit el tudunk helyben látni dietetikus tanácsokkal, gyógytornász ellátással, vagy gyógytestnevelő ellátással és egészségnevelő programokkal, klubokkal, azokat nem szabadítjuk rá a kórházra.